A Taps különleges alkalomból szól, hiszen Rár Cumdik, csapatunk másodedzője betöltötte 60. életévét. Nagyon jól esett a srácok köszöntése, jó volt rájuk nézni, és külön öröm, hogy nem felejtették el a születésnapomat. A Katze, magyarul a macska beszenévre hallgató korábbi hálóőr két német klubban játszott pályafutása alatt, a különleges elnevezést abban a csapatban kapta, amelyet 14 évig szolgált. A Katze beszenevet a csapattársaim ragasztották rám a Bochumnál. Ez megtisztelő volt, mert amikor megszereztem a labdát, mindig azt mondták, hogy úgy mozgok, mint egy macska. Cumdik egy elittársaság tagja, hiszen azon kevés kapusok közé tartozik, akiknek sikerült gólt szerezniük tétmérkőzésen. Német másodedzőnk 1988-ban a Nürnberg kapujába talált be 11-esből, ezzel beállítva a 3-0-ás Bochum győzelmet. Bár a kaput védeni és bevenni is tudta, az élet másmerre sodorta, a hálóőrből nem kapus edző lett. Tudom, hogy ez különös, hiszen ha kapus vagy, mindenki azt hiszi, hogy edzőként is csak velük szeretnél foglalkozni. Nincs problémám ezzel sem, hiszen néhány alkalommal előfordult a német szövetségnél, hogy kapusokat edzettem. Viszont ha a kapuban állsz, mindig hátulról látod a játékot, ezáltal kialakul a látásmódod és le tudod olvasni az ellenfél taktikáját. Ez nagyon érdekelt engem, így inkább a nagypályás edzősködés mellett döntöttem. Ralf olyan német csapatoknál dolgozott edzőként és másodedzőként, mint a Bochum, a Hamburg vagy éppen a Borussia Dortmund, de nem csak klubszinten mérettette meg magát. A gánai válogatott irányítása teljesen más feladat volt. Volt egy klubom is ott, majd ezután jött a nemzeti csapatuk. Sikeresek voltunk, hiszen bejutottunk az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjébe. A Kotoko után el akartam hagyni az országot, de marasztaltak, hogy vegyem át a válogatottat. Mindössze fél évig irányítottam őket, mert utána hazahívott a Hamburg. Ezt követte az első találkozás Thomas Dollal. Thomas volt ekkor a második csapat edzője, én pedig az első gárda másodedzője voltam. Már ekkor is többször dolgoztunk együtt, hiszen cserélődtek a játékosok a két együttes között. Amikor Klaus Topmöller távozott, akkor Thomas lett az első csapat edzője, engem pedig megkértek, hogy segítsek neki. 2013-ban pedig jött az új, máig tartó fejezet, a Ferencváros. Thomas felhívott, hogy ajánlatot kapott egy magyar csapattól, természetesen hallottam már a Ferencvárosról Németországban is. Érdekelt a munka, és megkért, hogy csatlakozzak hozzá. Először abban egyeztünk meg, hogy maradok fél évig, és meglátjuk, mi történik. De rövidesen szerződést hosszabbítottunk, és megtisztelő a számomra, hogy itt edzősködhetek a Ferencvárosnál. Máté Csabával kiegészülve jó hármast alkotunk, ő is remek edző. Egy szinten vagyunk és segítjük egymást. Nincs köztünk semmilyen konkurencia. Mindkettőnk érdeke, hogy Thomast a lehető legjobb helyzetbe hozzuk, hogy úgy irányítsa a csapatot, ahogy kell. Ez a munkánk, azért dolgozunk, hogy minden működjön és sikeres szezont zárjunk. Hatvanadik születésnap jó sok mindent megélt már Ralf. Nem akart ünnepelni, mondta, hogy adjak neki egy szabadnapot, kicsit elmegy pihenni, kikapcsolni. Most már a 6-os számmal indulnak a hétköznapok. Természetesen sok egészséget kívánok neki, azt, hogy a futball iránti lelkesedése megmaradjon, valamint sok szép élményt. Egy kiváló emberről van szó, megváltozni már nem fog, mindig is nyugodt és vagány marad. Remélem, még sokat megyünk együtt motoros túrákra. A legszebb ajándék a 2018-as bajnoki cím lenne. Ez egy richtig guter Junge, verändern wird sich nicht mehr. Ralf Cumdik tehát megtalálta helyét a futballban és a Ferencvárosban, a szép kerek évszámot betöltve pedig nincs szüksége más ajándékra, mint hogy minden úgy alakuljon életében, ahogyan az eddig történt. Boldog vagyok és hálás mindazokért a dolgokért, amiket eddig megéltem. Köszönettel tartozom a családomnak is, most már ők is itt vannak velem Magyarországon. A 6-os és a 0 csak egy szám. Azt kívánom magamnak, hogy továbbra is egészséges legyek.
Szavasz, Rolikám, mit csinálsz? Szavasz, tesó, nem akarok lemaradni semmiről.